Összességében azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Jól kezdtünk, jó ritmusban játszottunk, helyzeteket tudtunk kialakítani, nyomás alatt tartottuk a Kisvárdát, és ugye amire készültünk, az ellenfél ellentámadásból, kontrából lehet veszélyes, ugye a minőségi játékosaik révén sajnos figyelmetlenek voltunk, és abból megszerezte a Kisvárda a vezetést. Örülök neki, hogy a csapatnak a lendületét nem törte meg, továbbra is tudtunk dominálni, és nagyon jó időben jött az egyenlítő gólunk, ugye a szünet előtt közvetlenül nagyon fontos volt, és a második fél időben továbbra is játszottunk azt a futballt, amit szeretnénk látni. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, amiről beszéltünk a mérkőzés előtt, hogy teljesítményt, az alázatot, a fegyelmet, a szenvedélyt bele kell rakni, ezt mind láttuk a pályán, úgyhogy gratulálok a csapatnak, óriásit mentek, főleg annak tudatában, hogy hátrányból sikerült fordítanunk egy jó csapat ellen, úgyhogy nagyon örülünk a győzelemnek, de tudjuk, hogy a kemény munka folytatódik, és nagyon fontos, hogy ennél a teljesítmény, hogy jobbat szeretnénk mérkőzésről mérkőzésre, szeretnénk fejlődni. Azért voltak időszak, amikor azért nem mindig olyan jó volt a játékunk, de arra törekszünk, hogy még jobban játszunk, és örülünk a Patriknak a bemutatkozás, az újrani bemutatkozásának. Nagyon jól szállt be a mérkőzésbe, ugye sajnálatos módon az Otikba Kenny kiesett, de nagyon-nagyon jól teljesített, ugye ez fontos volt, és hát ugye akkor Gündes Norbinak a rutinja kellett a harmadik gólhoz, de ugye csak őket emeltem ki, mivel ők új játékosok, de mindenki, aki a pályára lépett, nagyszerű teljesítményt nyújtott, úgyhogy örülünk a győzelemnek, és megyünk tovább.